2019-es év még mindig a 2017-es oktatási törvény kapcsán telt el, ami felfokozott politikai hangulatban zajlott, hiszen 2019 a választások éve is volt, és előtte, mint ahogy általában ilyenkor lenni szokott, a kisebbségi kérdés mindig politikai kérdéssé válik, és mindig a felek a saját érdekeiknek megfelelően akarják használni. Így például az ukrán nemzeti nacionalista erők mindent elkövettek annak érdekében, hogy a magyar kérdést napirendre tűzzék, ezért a médiába állandó jelleggel magyar ellenes hangulatot keltő riportok jelentek meg, illetve érezhető volt a magyar ellenesség, amivel bizonyítani akarták azokat a törekvéseiket, amelyek ugye a nemzeti érzelmi ukrán állampolgárok megnyerésére irányultak. Így mindenki érezhette magán, például olyanokat tapasztaltunk, hogy a határátkelőkön vegzálták a járási képviselőket, aztán különböző nacionalista hangulatkeltéssel indítottak eljárásokat, lejárató kampányt a magyarság vezetőivel szemben, és úton útfélen azt hangoztatták, hogy a magyarok egyáltalán nem akarnak, és nem is tudnak megtanulni ukrán. Ezzel kapcsolatban a magyar érdekvédelmi szervezetek, így a Pedagógus Szövetség is következetesen kiállt amellett, az álláspontja mellett, amit immár 20 éve képviselünk, hogy amennyiben az ország valóban szeretné, hogy megtanulják az ukrán nyelvet, akkor ehhez meg kell teremteni az alapokat. 30 év alatt nem adtak ki ukrán-magyar-magyar-ukrán szódalt állami költségvetésből. Kicsit úgy vagyunk, hogy mi magunk igyekeztünk megtanulni az ukrán nyelvet, ezért készítettünk ukrán-magyar-magyar-ukrán szótárt, és a magyar állam támogatásából lett kiadva. Nem megfelelőek a módszerek, és természetesen a követelményrendszer sem az. De ezzel kapcsolatban érdemi erőrelépések nem történtek, mert a minisztérium ugyan Európa elvárásainak megfelelően többször is tartott látszategyeztetés, de ez a látszategyeztetés ez a süketek és a némák beszédéről szólt, ugyanis mindenki közölte a saját álláspontját, vagy elmondta. A Pedagógus Szövetség még javaslatokkal is ért, gyakorlati javaslatokkal, de ezzel a gyakorlati javaslatból sem valósult meg szinte semmi, vagy ami megvalósult, az egy kicsit felemás módon, mint a Székelyány esete, adtam is meg, nem is, hoztam is meg, nem is alapon valósult meg. Mi elmondtuk a saját érveinket amellett, hogy miért kell megőrizni az anyanyelvi oktatást, és erre európai példákat hoztunk fel, lásd az Olaszországban élő németek példáját, vagy akár a finnországi svédek példáját. Számos olyan pozitív példa van Európában, amit követhetne Ukrajna. Ezzel szemben ők felhozták azokat a példákat, amit ők követnek, így a francia példát, ahol ugye a nemzetiségéket már régen úgymond anyanyelvüktől megfosztották, iskoláik nincsenek, illetve számos ilyen példával éltek, hogy ez is európai nővér, és ők ezt a példát követik. A jogi keretén belül maradva mindent megtettünk annak érdekében, hogy vélemény eljusson Európához, illetve hogy meghallják a mi álláspontunkat. Ebben nagyon sok segítséget kaptunk például Bocskor Medve Szandrájától, vagy akár az európai parlamenti képviselőktől, a magyar küldöttettől, és számos fórumon jelen voltunk, de úgy néz ki, hogy Brüsszel süket a mi problémáink iránt, tehát az őshonos kisebbségek problémáival nem foglalkozott. Pedig még egy olyan dokumentumot is letett a főiskola Lehoczky Tivadar Kutatóintézete, pontosabban a Hodinka Antal Kutatóintézet, amelyben 150 évre visszamenőleg dokumentálva megmutatták, hogy Kárpátalján mindig is létezett anyanyelvű oktatás, így a magyarok, az ukránok, szlovákok, ruszinok számára minden korszakban. Valamint azt is kimutatták, hogy álságos az az álláspontja az ukrán kormánynak, hogy
a környező országokban az ukránoknak nem adják meg ezt a jogot, mert környező országok jogalkotásával támasztották alá, hogy lehetőség nyílik. Az egy más kérdés, hogy az ukrán állampolgárok, akik innét menekültek, nem mindegyik országban élnek az alkotmányos jogaikkal, de a többi kisebbség él például Magyarországon is, mindegyik kisebbségnek kivéve az ukránnak van anyanyelvű oktatási hálózata, de az ukránok számára megpróbált az állam erővel létrehozni egy iskolát, de ők ezt nem töltötték fel. Ennél fogva nagyon igazságtalan az, hogy ahol kérik, ott nem adják meg, lásd Ukrajnában, valahol pedig megpróbálják rájuk erőltetni a lehetőséget, ők meg ezzel nem tudnak élni. Ez az év így a politikai harcok és csatározások tüzében zajlott az oktatás terén, ahol megint mi voltunk a központban, mármint oktatási intézmények, és mindenki reménykedett előbb az új elnökválasztásban, majd a parlamenti választás eredményeiben, amik meg is hozták az eredményeket, de csak számszerű eredmények történtek. A politikai döntés és a politikai pozitív hozzáállás ezen kérdésekben nem valósult meg. Nem valósult meg, sőt, bizonyos kérdésekben parlamenti döntésekkel még rosszabbodott is a helyzet, hisz az utolsó pillanatban elfogadták a nyelvtörvényt, ami teljes mértékben antidemokratikusnak mondható, hiszen a kisebbségeket megvonja attól a jogától, hogy a közéletben az anyanyelvét használhassa. Ez az egyik oldalon történt, a másik oldalról viszont szokták mondani, ha a Jóisten bezár egy ablakot, akkor mindig kinyit egy másikat, és kinyitott egy másik ablakot az anyaország támogatása révén, mert az anyaország érezve ezt a feszült politikai helyzetet támogatja az anyanyelvű oktatás megmaradását itt szülőföldön, Kárpátalján, az oktatási nevelési támogatás folyósításával, aztán a pedagógusok, a zenepedagógusok, a művészeti iskolákban dolgozó pedagógusok támogatását folytatja, és nagyon sok segítséget kapunk például a óvodai nevelés terén, hisz a Kárpát-medencei Óda program keretén belül Kárpát-alján immár 68 oktatási intézmény teljes körű felújításra befejeződött, 8 folyamatban van, és 12 teljesen új óvodát fogunk építeni a következő évben, amelyeknek az engedélyeztetése van folyamatban. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy megerősödjön a magyar nyelvű óvodai nevelés ezen a szinten. Kisebb eredménynek mondható az is, hogy sikerült áttörni a múlt évi csatározások kapcsán azt a falat, amely eddig a magyar nemzeti közösség számára nem engedélyezte, hogy az anyaországi ABC-s könyveket is használhatjuk az ukrán ABC-s könyvek mellett, holott már évtizedek óta például a Zungváron működő szlovák elemi iskola szlovákiai tankönyvekből dolgozik, vagy a bolgárok elemi osztályai szintén teljes mértékben bolgár könyvekből, Bulgáriába kiadott könyvekből dolgoznak. Nekünk eleinte ez nehezen ment, de végül is sikerült elfogadtatni és behozni hivatalosan immár a második osztályos ABC-s könyveket is, ami minőségi lépést jelent az anyanyelv oktatás terén, az írás-olvasás terén. Annak is örülök, és itt szeretném megköszönni a magyar kormányzat minden szegmenségnek, hogy ehhez hozzájárultak, és több könyvet rendeltek számunkra. Remélem, ez a folyamat folytatódik, és hamarosan a magyar nyelv és irodalom tantárgyakból minden évfolyamon sikerül majd e könyvekből tanítani az iskoláinkban. Kicsi áttörés volt az is, hogy az egyezkedések kapcsán végre a minisztérium belátta és felfogta, hogy ukránból azt a C1 anyanyelvi szintű tudást nem lehet követelni azoktól, akiknek az ukrán nem anyanyelve, és megállapodás értelmében elfogadták azt az álláspontot, hogy külön követelményrendszert kellene kidolgozni ukránból, külön tankönyvcsaládot és a külön követelményrendszer alapján külön érettségit tenni. Igaz, hogy ebben már lépések nem történtek, csak az elfogadás az álláspontnak, és hoztak egy határozatot, hogy a nemzetiségi iskolákban
érettségizők számára, így főleg a magyar és a román a sajátos helyzetük miatt lejjebb engedik az átmenő pont határt. Ennek a megvalósítása viszont már Székelyány esete szempontjából felemásra sikerült, mert hogy csak az irodalmi tárgyakból engedték meg a ponthatár leengedését. A nyelvtanból, ami sokkal nehezebb egy nem anyanyelvű gyerek számára, hiszen a nyelvi kompetenciák helyett a nyelvi szabályokat kérik számon ezek a tesztek, ott nem. Ezért nagyon sok diáknak továbbra is az elégtelen került be az érettségi bizonyítványba, mert nem az átlag szerepel majd, hanem éppen a nyelvi kérdések szerepelnek majd az érettségi bizonyítványban. Viszont ennek ellenére, akinek az átlaga jobb lett, mint tavaly volt, az előtt megnyíltak a felsőoktatás terén a lehetőségek, és többen kerültek be, így például a mi főiskolánkra is. Új jelenség és új helyzet van a szakképzés terén, hiszen tudjuk, hogy a szakképzési törvény nem engedélyez az anyanyelvű oktatást, viszont sikerült megállapodnunk Máté Szalkai Szakképzési Centrummal és a Baross Centrummal, hogy a két intézménnyel együtt végzünk egy anyanyelvű képzést érettségizett diákok számára, ahol mi szakkurzusként hirdetjük meg, és ebbe a kurzusba bekapcsolódunk úgy, hogy egy hetet nálunk tanulnak, egy hetet pedig a Máté Szalkai Centrumba, így remélem, hogy minőségi oktatás révén jó szakemberek kerülnek ki. Nagy öröm számomra, hogy 95-en jelentkeztek az első felhívásunkra, és remélem, hogy jövőre még többen lesznek, mert egy szakképesítési bizonyítvány sokszor felél egy diplomával, különösen, hogyha az ember külföldön akar munkát vállalni, akkor nem betanított munkásként kezdni, hanem szakmunkásként már is magasabb lesz a bére, és a legjobbak pedig, akik merészek és vállalkozást nyitnak, azok ugyanúgy itthon is megélhetnek. Tehát az év olyan volt, amilyen korábban is mindig. Keleten a helyzet ugyan változatlan, és úgy néz ki, hogy nyugaton is a helyzet változatlan. Politikai szempontból még mindig nem tört meg az a kettős mérce, amit az őshonos kisebbségekkel és a bevándorló kisebbségekkel kapcsolatban tartanak. Kettős mércét érzünk akkor is, amikor bizonyos országok szempontjait és érdekeit vizsgálják az Unióban, ahol egyébként Pedagógus Szövetség Szilágyi Lajos személyében többször is képviseltette magát fórumokon, meghallgatásokon, így az EBSZ-nél is, de még mindig elfogultak bizonyos álláspontok szempontjából. A másik oldalról pedig új lehetőségként megnyílt a bázisiskola program, ami kapcsán a magyar oktatási intézmények körülményei javulni fognak jelentősen, és már néhány iskolát sikerült felújítanunk, így a Nagydobronyi Középiskolát, de a Zungvári Dajka Gábor Középiskolát, és hát folyamatban van a Mezőkasszonyi, a Nagyberegi, az Aknasz Latinai, a Munkácsi Középiskola bővítése és javítása, és ha ez az intézkedés kiteljesedik, akkor az iskola hálózat megmaradhat reményeink szerint Kárpátalján. Igaz, következő évben ehhez még kellene egy kicsi pozitív akarat politikailag a hatalmon lévő ukrán kormány részéről, ahova mi jobb kezünket adjuk, és azt szeretnénk, ha elfogadnák a jobb kezünket, és ha lehet, akkor partnerként kezelnének, nem pedig kioktató módon, úgy, hogy az álláspontjainkból semmit nem vesznek figyelembe. Mi ebben az érdekben december 21-én megtartott Pedagógus Szövetségi Közgyűlésünkön ismét tettünk irányukba egy lépést, összefoglaltuk a problémáinkat, és a problémáinkra a mostani keretek között is megoldható törvényi javaslatokat tettünk, nem is csak törvényi, hanem minisztériumi szinten megoldható javaslatokat. Most úgy érzem, hogy a javaslataink alapján ismét a minisztériumon múlik, hogy ebből mit hajlandó elfogadni, mi az, amiről hajlandó tárgyalni. És hogy a média is értse, Európa is értse, ezért ezeket a javaslatokat elküldtük az összes Ukrajnába akkreditált európai ország nagykövetségébe, elküldtük a NATO-nak is, azért, hogy ne érje az a vád Magyarországot, amikor a mi kérésünkre kiállnak jogainkért, hogy ezt Magyarország önös érdekből teszi. Nem,
Magyarország a mi érdekeinket védi, és mi kérjük őket, hogy védje, hiszen más fórum nem akadt, más nem állt mögénk, csak az anyaország. Remélem a következő évben mások is megértik a problémáinkat, és más fórumok is kiállnak a kárpátaljai kisebbségi magyarok és az ukrajnai kisebbségek érdekei és jogfosztása megszüntetése mellett.